Ma délelőtt igazi látványosság volt, amikor a Kossuth téren a Dózsa szobornál fehérbe öltözött diákok és pedagógusok eltáncolták a népszerű Jeruzsálem táncot. A táncot, amit már eddig is nagyon sok munkahely és közösség előadott, kifejezve hálájukat a járvány leküzdésében dolgozók munkájáért. A Táncsics Mihály Általános Iskola diákjai is örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez. Én nagyon boldog voltam, hogy a mi iskolánk és osztályunk benne volt ebbe az egész táncba, és szerintem ez az ápolókat és orvosokat is boldogabbak lettek ettől a tánctól. Mennyi ideig készültetek erre a táncra, mennyit gyakoroltatok? Minden délutáni szünetben ezt gyakoroltuk, és 2 hétig tartott, mire megtanultuk ezt. Az osztályfőnököm mondta, hogy lesz egy ilyen flashmob, és úgy a fél osztály rögtön jelentkezett, hogy mennénk. Mint megtudtuk, a táncot eredetileg csak egy kisebb közösség adta volna elő az iskolában, de hamar kiderült, egy egészen nagyszabású produkció kerekedik belőle. Egy nagyon kis mini projektnek indult az egész, 3. zöosztállyal kezdtük ezt gyakorolni, és hogy a napközis kollégák meghallották, meglátták az udvaron, hogy milyen lelkesek a 3-osok, így szépen lassan az egész alsó tagozat és még a felsőből is becsatlakoztak, 5-östér népkör és Selyem utca, úgyhogy ezúton is köszönjük minden kollégának, hogy ezt így került összehoznunk. A diákok és a pedagógusok is nagyon örültek tehát, hogy újra együtt készülhetnek egy produkcióval. Amikor visszajöttünk most másodjára a suliba, akkor gondoltuk, hogy meg kéne csinálni ezt a challenge-et, és hogy egy kicsit a városnak is megmutatni, hogy milyen jó volt a gyerekeknek újra együtt táncolni, újra együtt készülni valamire, ami nem a lecke meg a tanulás. A flashmob helyszínválasztása nem volt véletlen, azért a piac közelébe, a belvárosba szervezték, hogy minél több ember láthassa, csaljon napfényt a szívekbe és mosolyt az arcokra, a ruhájukon piros szívet viselő gyerekek látványa, mondta az igazgató. Úgy gondolom, hogy a közösség nagyon fontos ilyenkorban a gyerekeknek, és a közösség építés is nagyon fontos, és ez nagyon jó alkalom volt, ez mellé állni, ez a mellett, a kezdeményezés mellett. Ugye a szív, a piros mindig az a barátságot, az egymás iránti toleranciát takarja, és ezt szeretnénk képviselni a Táncsics iskolába is. A tánc a szülőknek és a járókelőknek is nagyon tetszett. Sokan videózták, fotózták a diákokat, a végén pedig óriási tapsal zárták a produkciót. Az igazgató mindenkinek köszönetet mondott. A szervezőknek pedig külön köszönöm, Editnek, a főkitalálójának. Köszönöm szépen mindenki, hogy részt vett ezen a szép táncos napon. Sziasztok!